Több kábítószer terjesztő is horogra akadt az elmúlt időszakban Zala megyében. A rendőrfőkapitányság arra hívja fel főként a fiatalok figyelmét, hogy a terjesztésen rajta kapott személyre súlyos, letöltendő szabadságvesztéssel járó büntetést is kiszabhatnak. Komoly bűncselekményben vesz részt az, aki kábítószert terjeszt, figyelmeztett Tóth László rendőrőrnagy. A bűnmegelőzési alosztályvezető szerint a fiatalok sokszor nincsenek tudatában annak, hogy milyen súlyos következményekkel járhat, ha belekeverednek hasonló ügyekbe. Sokszor azt tapasztaljuk és azt halljuk a kihallgatások közben, hogy nem is gondolnak bele, hogy ezek milyen bajt okozhatnak saját maguknak, illetve a környezetükre nézve. Az, hogyha valaki a kábítószert más személynek átadja, ne adj Isten, ezt még pénzért is árulja, az már nagyon komoly büntetési tétellel jár. Egy 18 év feletti személy ezek komoly börtönéveket kockáztat meg. Sajnos tudjuk és halljuk, hogy ez egy kicsit egy ilyen vagányságnak minősül, de ne higgyük, hogy ez meg lehet úszni, mindenki horogra akad előbb-utóbb. A terjesztői magatartás már ingyenes átadásnál is büntetendő. Magyarországon ugyanis zéró tolerancia van a kábítószerrel szemben, így a fogyasztás szintén bűncselekménynek számít. A rendőrség mindenkit óvaint attól, hogy bármi olyan szert vigyen be a szervezetébe, aminek nem tudja, mi a hatása. Azért, mert ez mérgezéses, sokszor egészségkárosító következménnyel járhat. A szülők figyelmét is felhívnám arra, hogyha a gyermekük viselkedése alapvetően megváltozik, másképp viszonyul az, aki eddig visszahúzódó volt, most túlzottan társaságközpontú lett, vagy éppen fordítva, figyeljenek oda. Érdemes néha átnézni a gyerek ruházatát, van-e benne növényi törmelék, esetlegesen olyan tabletták, amelyeket nem orvos írt fel, és hogyha ilyen tapasztaljuk, mindenképpen próbáljuk ezt átbeszélni a gyerekünkkel, és hogyha van rá mód és lehetőség, vonjunk be szakembert. Komoly pszichológusok, nagyon felkészült szakemberek állnak Zalaegerszegen is a lakosság rendelkezésére. Folyamatosan segíti a rendőrség a városi és megyei oktatási intézmények bűnmegelőzési tevékenységét. Az iskolai tanácsadók, előadók és szakemberek a kábítószer veszélyei mellett az alkohol, valamint a dohányzás káros hatásaira is rendszeresen felhívják a fiatalok figyelmét.